Gyurló László tavaly már megmérettette magát a borsodi időközi választáson, ám akkor nem tudott győzni a fideszes Kondz Zsófiával szemben. Már akkor azt mondta, hogy újra elindul, és ezt a Jobbik elnöke is megerősítette. Mi már ezt a tavaly októberi választások, időközi választások során is leszögeztük, hogy náci múltú, náci ismeretségű figurákkal nekünk semmilyen közösködni valónk nincsen, és éppen ezért önálló jelöltként indítottuk a mi támogatottunkat. Ez továbbra is így lesz minden egyes választókerületben, tehát mi semmi szín alatt nem vagyunk hajlandók nácikkal sem együttműködni, sem barátkozni, se semmi. Szanyi Tibor szerint éretlen az előválasztás, így ők külön 106 egyéni jelöltel és egy miniszterelnök jelöltel fognak indulni 2022-ben. Ennek alapvetően az az oka, hogy 6 párt, amelyik ezt egyébként állítja, hogy szervezi, ők összezártak, begubóztak, csinálnak valamit, amiről nem nagyon pontosan tudjuk, hogy mit. Egyelőre még nem látható nyilatkozatokat akarnak aláíratni különböző jelöltekkel. Szanyi Tibor szerint a valódi választáson a valódi szavazatok döntik majd el az ország sorsát 2022-ben.